Jézus azt mondta, bármit kértek az én nevemben, megadom nektek. Azt is mondta, nem kértek, nem kaptam. Az eljövendő pünköst üzenete, hogy imádkozni kell, kérni kell és tenni kell. Akkor adatik, mert Jézus Krisztus maga az ajándék, az orvosság, a gyógyszer a mai világ hangzatos nehézségeire. Identitáskrízis, egzisztenciális gondok, egészségügyi és gazdasági válságok. Csaba testvér szerint Isten rajtunk keresztül változtat ezen. Ha pozitívan nézünk a világra és merünk változtatni, cselekedni, akármilyen mértékben, akkor már tettünk valamit a napi gondok felszámolása érdekében. Böjte atya részben erről beszélt hallgatóságának szombat délelőtt a Jászapáti Városháza házasságkötő termében Illés Anita újságíró társaságában. Böjte atya kiemelte, hogy ebben a szemléletben nevelte árváit is az elmúlt évtizedekben. Az a jó, hogy igazából én az a több mint 5000 gyerek, aki kirepült, egy se koldul. És erre az igazán büszke vagyok. És hát ezt köszönöm önöknek is, a jászoknak is, meg hát a többi támogatónknak is, hogy segítenek ezeket a, hát ezeket az egyszerű utca gyerekeket beilleszteni, beépíteni a társadalomba. Végülis azt gondolom, az a lényeg, hogy minél többen fogjuk ennek a társadalomnak a szövetét fölemelni, minél többen adófizető állampolgárok legyünk, kiegyensúlyozott, békés felnőttek. Ő, ha nincs, akkor mi nem vagyunk. Ő, ha akkor nem kopunk rá azon az ajtón, akkor mi most nem vagyunk ki. Hogy köszönöm Csaba testvér, hogy felneveltél minket, mellénk álltál, és azoknak az embereknek, akik rosszat mondanak az alapítványra, azoknak azt üzenem, hogy először jöjjenek el és nézzék meg, hogy mi van nálunk, és utána ítélkezzenek. Leonard Agustin, az alapítvány, a Petrozsényi Szórványban működő Jézus Szíve Gyermekvédelmi Központ vezetője külön kiemelte, hogy nagyon hálás a jászapáti civil segítőknek, akik 2 éve nem csak adományokat, de magyarságtudatot is vittek az elrománosodó térségbe, mellyel a magyar összetartozási érzését erősítették meg. Nem mellesleg a magyar tradíciókra, annak erős keresztény mi volt a miatt, igazán nagy szüksége lenne ennek a kontinensnek is. Imádkozzunk, dolgozzunk! Európát ezt tette nagyjá! A délelőtti beszélgetést egy szentmise követte, melyet a ferences rendi szerzetes celebrált, a látogatókkal és népviseletbe öltözött hagyományőrzőkkel megtelt 2 tornyú Kisboldogasszony templomban. A prédikáció teljes összhangban volt a péntek esti és szombat délelőtti mondataival, itt is a bátor cselekvésre és a tettek erejére ösztönözte a híveket, amikor a pünkösd üzenetéről prédikált. Jézus Krisztus nem bólogató Jánosokat akart mennyek országában, hanem felnőtt nagykorú keresztényeket, akik merik az életüket a saját kezükbe venni, sorsukat irányítani, meglátják a feladatokat, a gondokat, és azt jó testvérekként összefogva megoldani. Igen, ez az ünnep a felnőtt nagykorú keresztények ünnepe, a bízalom ünnepe, hogy Isten bízik bennünk. Bízik tetteinkben, az imáinkban és közösségeink erejében. A liturgia közben hallott közös ének és a mise utáni közös fotózás pedig a határokon átívelő magyar összetartozást erősítette meg, melyért oly sokat tesznek a jászapáti civil közösségek adományaikkal vagy akár a hagyományőrzésen keresztül. És ha már hagyományőrzés, akkor ennek igazán ékes példája a 45. jubileumát ünneplő Jásztánc Alapítvány, mely a vendégek jelenlét előtt tisztelegve szervezte meg Ide lábom, ne tova, táncok családról családra gála műsorát. Mi megteszünk mindent azért határon túl és kis Magyarországon belül is, az alapítványunk célja, hogy minél több gyereknek tudjuk vonzóvá tenni ezt a kultúrát. Ugyan nem tudunk már úgy élni, mint elődeink, ahogy rédszüleink értek itt a jászságban, hiszen a környezetünk és a világ változik, ezt mi nem tudjuk féken tartani, azonban az értékeink azok lehetnek azonosak. Ahogy a költő is írta, ne hagyjuk a templomot és az iskolát, azt hiszem, hogy ez a mi célunk. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány alá tartozó Petrozsényi Otthon gyermekei a kiegészítő programok mellett este felléptek a Jásztánc Alapítvány délutáni néptánc gálájába. Ilyen produkcióvá forrotta ki magát a 2022-ben leszervezett néptánctábor,
Az ifjak, akik mindössze kevert magyart beszéltek, mára egyre jobban kedvelik a visszatanított kultúrát. Inspirálja őket egyébként. Tehát én hivatkozom is, hogy fiatal felnőttek, legény emberek vagytok, és tessék odafigyelni, hogy akkor most amit csinálsz, hát olyan legyen, amilyen, és akkor az a féle egészséges virtus, hogy bemutatja másoknak, meg akar felelni a lánynak, amikor oda vele táncoljon. Hát sok minden van ehhez, amitől ez nagy dolog az én elfogult véleményem szerint, és azzal, hogy mondom, aki szinte csak románul tud, és akkor hú, de jó az a magyar tánc, és akkor azért ennek van egy üzenete. A Jézus Szíve Gyermekvédelmi Központ lakói hamarosan a Magyar Zeneházában léphetnek fel, és lehetnek a szórványban élő magyarok újabb reménységei, mely a Szabóné Nagy Enikő összefogta apáti civileknek köszönhető, akik csodaként élik meg ezt az élő kapcsolatot. Isten által kapott csodaként élem meg. Én személyesen nem akarom túlozni, de ezt érzem, hogy soha nem is gondoltunk volna arra, hogy mi azért megyünk oda, hogy ezekből produkciók legyenek ezekből a műsorokból. Csak mentünk, hogy eltöltsük velük az időt hasznosan, érezzük jól magukat, ők is érezzék jól magukat velünk, és tanuljunk egymástól, gyarapodjunk, kíváncsiak voltunk az ő életükre. És egyik dolog hozta a másikat maga után. Erre csak azt lehet mondani, hogy ez egy csoda. Azoknak, akik szeretnének csatlakozni a támogató civilekhez, a jó hír, hogy bárki bármivel megteheti. Az adományokat vagy a szervezők, vagy a Jásztánc Alapítvány juttatja el az otthonokba. Csaba testvér azért megy és harcol, értünk, rengeteg előadást tart, megy és mesél rólunk az alapítvány életéről, ami teljesen hiteles. Igazából akkor, hogyha valaki kételkedik ebbe, én ajánlom, hogy el kell jönni, el kell látogatni Dévára, a Zsírvölgyébe, székelyföldi otthonokba, hogy jöjjenek és nézzék meg, hogy hogy élünk mi, és igen, akkor észreveszi az ember, hogy igenis szükséges az, hogy segítsünk az Erdélyben élő magyaroknak, mert másképp nem tudnak fent lenni, és nehéz most a világ. A jászapáti támogatás és a magyar közeg olyan erőt, élményt, feltöltődés jelent a fiataloknak, mely nem csak felébreszti, hanem meg is erősíti magyarság tudatukat az elrománosodó szorványban a Zsírvölgyében, ami talán a legfontosabb eredmény az élő kapcsolat fenntartásában.